Az elmúlt években a burgonya termesztők azt mondták, hogy új burgonyafajtákat kell bevezetni a piacra, a régi típusú növények ugyanis elöregedtek. A gazdák szerint gazdaságosan lehet burgonyát termelni, az ültetvények nagysága mégis évről évre csökken az országban. Folyamatosan csökken hazánkban a burgonya vetés területe. 2016-ban 16 ezer hektáron 403 ezer tonna termet. Vetés területben a 18. termésmennyiségben pedig a 17. helyen áll a magyar burgonya termesztés az Európai Unióban. Jócskán importra is szorulunk, mert tavaly 52 ezer tonna burgonya került be az országba, míg 5 ezer tonna volt az export. A KSH szerint a behozatal 75%-a Szlovákiából, Hollandiából, Franciaországból és Németországból származik. Az utóbbi 20-25 évben a hazai burgonyafogyasztás inkább visszaesett, mint növekedett. Évente átlagosan 60 kg burgonyát eszik meg egy felnőtt magyar. A termelők szerint új burgonyafajtákat kell a piacra bevezetni, mert a régiekkel nem lehet terméshozamot növelni, és az igazán ízletes fajták után nagyobb a kereslet is. A névbik segít kiszűrni az ismeretlen eredetű árut a piacon, volt már erre példa. Tavaly ősztől pedig kötelező új jelölést használni a burgonyánál. A csomagolatlan és az ömlesztve árult étkezési burgonyánál is alkalmazni kell a jelölési előírásokat, amely megmutatja az áru származási helyét, fajtáját, továbbá a jellemző főzési típusról is tájékozódhatnak a vásárlók. Augusztin Nagy András a vendégem, jó estét kívánok! Miért kell új típusú burgonyákat bevezetni a piacra, adott rögtön a kérdés? Hát azért kell, mert a régi burgonyák egy az, hogy terméspotenciálban is már jóval kevesebbet tudnak, mint ezek az újfajták, illetve ezek az újfajták sokkal ízletesebbek. Régebben még volt ez a színformalizmus, hogy csak piros burgonyát vettek a házi asszonyok, illetve a fogyasztók. Ez mostanság azért már messze-messze megszűnt, de még mindig azért jobban keresik, pedig a sárga burgonya az ízletesebb. A hazai nemesítésű cégek is körülbelül fele-fele arányba piros, illetve sárga burgonya fajtával rendelkeznek már. Egyébként hány fajta burgonya van itthon Magyarországon? Hát Magyarországon hány, azt nem tudom megmondani, azt tudom, hogy a gyulladtanya fajta kísérleti állomása, most 35 fajta burgonya van, ez külföldi, illetve a hazai nemesítésű burgonyák. De lehetett jóval több egyébként? Biztos, hogy jóval több van, mert vannak olyan cégek, amik nyilván többet, de gyakorlatilag elég egy 5-10 fajtával, hogyha olyannal rendelkezünk, aminek tudjuk, hogy ABC típus után sütni, főzni, illetve salátának való burgonyát, és akkor már megvan oldva minden, tehát gyakorlatilag, hogyha elmennek a háziasszonyok akár a nagy marketekbe, vásárolni, azt mindig érdemes megnézni, hogy milyen az a típusú burgonya. Hogy néz ki ez egyébként a növénytermesztésében? Mindenféle vagy fajta burgonyából vetnek, vagy pedig ezt váltogatják? Nem. Tehát gyakorlatilag a burgonya olyan, hogy én például legalábbis csak import burgonyát veszek, tehát amit külföldről hozok be, tudnilik, a burgonyának van egy leromlása. Na most ugye a burgonya ágazatban, ez 2004-ben, mikor az EU-hoz csatlakoztunk, akkor a nagy EU-knak volt 1.250.000 hektár ültetési felület, és Lengyelország egyedül 850.000 hektárral vonult be. Igen, tehát innen adódik, hogy nyilván ugye kevesebb volt nekik akkor még a terméshozam, de a burgonyára még tudni kell, hogy 25 fokon felül nem nagyon érzi jól magát. És Magyarországon most ez a klíma, különösen az utóbbi években, ez egyre jobban, mint már 30 fokon felül van. Burgonya egész költsége, tehát olyan 1.200.000-1.500.000 forint az önköltsége egy hektárnak, hogyha minőségi vetőmag, tápanyag oda van adva neki, tehát ami maximálisan igényel a burgonya. És milyen igényei vannak a burgonyának, vagy hogyan könnyen kezelhető növénye? Hát könnyen kezelhető, azt nem mondom, hogy könnyen kezelhető, mert fitoftóra ellen körülbelül 6-8-szor szoktuk, tehát a lombot védeni. Ugye itt van ugye a kolorád, a burgonya bogár, ami az utóbbi időben egyre keményebb szerekkel kell alkalmazni, mert különben nem hatékony. Öntözőt, csak öntözött körülmények között, szabad öntözetlen körülmények között nem, és az egyik legnagyobb probléma, hogy a 2004-ben, hogy folyamatosan csökkent az ültetési felület, most ilyen 14-15 ezer hektár körül van. Ennek az egyik legnagyobb oka, hogy Lengyelországból rengeteg burgonyát hoznak be. Ugye a lengyelekről tudni kell, hogy ugye északon vannak, tehát az önköltségi ár sokkal-sokkal kevesebb, mint a miénk, és éppen ezért letörik a magyar árakat. Hát más ágazatban is a termelők panaszkodnak a lengyel növényekre, megyre, nem akartam mondani, hogy mi az, ami még ugye alma, stb. Megjelenik itt a magyar piacon. De
de hát azért ennek is van egy szabályozása az utóbbi években, és a burgonya tekintetében elég szigorú. Hát igen, elég szigorú, tehát van valami változás, javulás, tehát 2004 után azért hagyták abba a nagy cégek, mert szóval nem bírtak ezzel versenyt tartani, de most ebből az évtől új támogatási formát kap a burgonya, tehát külön a importvető burgonyából lévő, aki számlával rendelkezik, az külön támogatást kap, nem olyan túl sok, ez olyan 60-65 ezer forint, ha jól tudom, és de még egyszer hangsúlyozom, hogy az a nagy gond, hogy a nagy burgonya termesztők a bajták. Na most ugye ezek a gépek amortizálnak, öregednek, és újra bele investálni nagy összegeket, szóval ez egy kicsit húzósabb ágazat, mint ahogy sokan gondolják. Szeretnének nagyobb támogatást? Hát nem ártana, ezt mindenkire vonatkozik, és lengyelekkel azért is, amit tetszett említeni, hogy azért is nehéz versenyképített, ők a lengyel gazdák teljesen más támogatási formában részesülnek, mint mi magyarok. Hogyha azt nézzük meg, hogy hogyan alakult át az elmúlt évek során, vagy az elmúlt 10 évben akár a burgonya fogyasztás, akkor azt mondják a termelők, hogy kevesebb burgonyát fogyasztunk. Itt ebben a felvezető anyagban is volt egy ilyen átlag, hogy évente olyan 60 kg-ot megezik egy felnőtt magyar, ez miért kevés? Hát igen, én mindig azt mondom, hogy Magyarországon én írfogyasztásként nem tudnék, hogy 120-150 kiló, ami hihetetlen nagy szám az Írországban. Igen. Hát gondolom a sör mellett azért a burgonya az fogy. Hát Magyarországon tényleg ez az 50-60 kilogram az nem egy olyan túl nagy súly, tehát többet kéne enni, de hát úgy látszik, hogy tésztával vagy bármivel tudják helyettesíteni. A reformkonyhában jobban be kéne vezetni, illetve most a burgony mellett van ez a batáta, ez az édes burgonya, most a reformkonyhában azt használják nagyon sokan. A burgonya jelölése az ugye az elmúlt évben ősszel került elő, és most már van egy kötelező szabvány. Segítette a háziasszonyokat az eligazodásban, vagy jobban figyelnek arra, hogy milyen fajta, milyen féle burgonya kerül majd az asztalra? Hát aki tudja, hogy az ABC-ben mi tartozik, tehát a főzés típusba, annak igen, annak rendkívül nagy segítséget nyújt. Éppen ezért, ami nálunk szokott már bemutató lenne, ami most a 19-én lesz, tehát következő hét szerdán, ez a jubileum, mert a 25. burgonya bemutató. Ott, aki ki fog látogatni, az külön-külön, tehát nagyon sokféle burgonyát fogunk főzni, ABC típus szerint, és utána rá lesz írva, illetve meg tudják kóstolni, illetve ízlelni a burgonyákat. Beszéljünk erről a szakmai fórumról egy picit, hiszen ebben az ágazatban ez az egyik legnevesebb fórum, ami a jövő héten lesz szerdán, Gyulatanyán, önöknél az állomáson. Milyen témákban lesznek előadások? Hát igen, úgy mondják a szakemberek, akik lejönnek, hogy gyakorlatilag most Magyarországon három ilyen nagy burgonyás rendezvény van, egy Belzencén, egy Kiskunhalason, és ez a Gyulatanya. Gyulatanya, hát tavaly is több mint 300 fő vett részt, ez egy főzési versenyen is párosul, ami a gyulatanyasi földben megtermett burgonyával történik. A szakmai fórumra visszatérve egész neves előadók, tudnék, a dr. Orovesz Márton, a Nébik elnöke fogja megnyitni a tanácskozást. Ezen kívül a földművesi miniszterből főosztályvezetője jön, illetve a ott felhasznált növényvédő szerek, cégek, műtrágyaforgalmazók szintén fognak előadást tartani, és majd a kint a szántóföldi szemlén meg lehet látni az ott tapasztaltakat, hogy ezek a növényvédő szerek, illetve műtrágyák, hogy most hogy hasznosulnak. Ez lesz az egyik fő és aktuális téma ezek szerint. Várnak-e ebben valamilyen újdonságot, hiszen az ilyen szakmai fórumok mindig valamivel előrébb viszik az ágazatot? Igen, hát gyakorlatilag én azt mondom, hogy aki nem halad, az lemarad, tehát azért kell a gazdáknak ilyen sok fórumra elmenni, mert mindig, hogyha csak egy-két tapasztalatot szereznek, akkor már szerintem sokkal. Én magam is szoktam eljárni egyébként nagyon sok bemutatókra, és nem szégyellem, hogy mindig tapasztal az ember valamit, mindig hallott valami újdonságot, és nagyon jók ezek a cégeknek az előadásai. Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen a lehetőséget!